Előrehozott kifizetések 157 milliárd forintot különített el a kormány a gazdáknak. A területalapú támogatások előlegét így október 16-án már elkezdhetik folyósítani. Hatékony felderítés. Tavaly 46,3 millió forint értékű kábítószert foglalt le a nyíregyházi rendőrkapitányság. Egy év alatt csak nem 10%-kal emelkedett a tiltott szerrel való visszaélés. Biztonságban. A megyebeli ingatlanok közel 50%-án nincs lakásbiztosítás, vannak viszont, akik még a nyaralásukra is kötnek, tartva az esős hideg időjárástól. 157 milliárd forintot különített el a kormány a gazdáknak. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A területalapú támogatások előlegét így október 16-án már elkezdhetik folyósítani. A teljes összeget 2013. január elején téríti meg Brüsszel hazánknak. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter június 28-án fordult kérésével az Európai Bizottsághoz. A tavalyi száraz ősz és tél, a téli és tavaszi fagykárok, valamint a nyár elejé jégverés okozta károk miatt Magyarország támogatási előleget fizetne a termelőknek. Ez áll abban a kérelemben, amelyet a vidékfejlesztési miniszter eljuttatott az Európai Bizottsághoz. Az előrehozott kifizetés a 2012 évi egységes területalapú támogatásokra és a különleges tejtámogatásra vonatkozna. Amennyiben a bizottság helyt ad a kérésnek, a támogatások 50-50%-a fizethető ki a jogosultaknak. Döntés hamarabb szeptember közepére várható. Ennek alapján október 15-éig a támogatásokból egy előleget kíván kifizetni a kormány, kb. 157 milliárd forintot, ami a támogatásoknak több mint a felét előleg formájában kívánja kifizetni a kormány. Ugyanakkor a kárenyítési alap jelentősen meg lett növelve a tavalyhoz képest, ugye tavaly 4 milliárd forintot tudott a kormány biztosítani erre, idén pedig 8 milliárd forint áll rendelkezésre abban a körben, hogy a mezőgazdasági károkat, tehát fagykár, asszály, jégkár vonatkozásában kárenyítést tudjon nyújtani. A gazdák december 1-ig az egységes területalapú támogatás esetében mintegy 150 milliárd forint, a különleges tejtámogatásnál mintegy 6,7 milliárd forint előleghez juthatnak. A parlament előtt van az új érdekképviseleti eljárás szabályozó dokumentum és a földtörvény tervezete is. Az előbbi a kötelező kamarai tagságot írná elő a gazdák számára, az utóbbi pedig biztos és kiszámítható jövőt teremtene a termelésben, tette hozzá a mezőgazdasági államtitkár. Tavaly 46,3 millió forint értékű kábítószert foglalt le a nyíregyházi rendőrkapitányság. Egy év alatt csak nem 10%-kal emelkedett a tiltott szerrel való visszaélés. 2011-ben közel 100 esetben indult eljárás. A legnagyobb feladatot továbbra is a külföldről érkező drogok észlelése jelenti. Hétfőn a Liszt Ferenc repülőtéren vettek őrizetbe egy nigériai férfit, aki 215 g fehér port kívánt behozni hazánkba. Ez 300 halálos adagnak fel. Meg, tájékoztatotta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Míg 2010-ben 89, addig tavaly már 97 kábítószeres ügyben jártak el a nyíregyházi kapitányság munkatársai. A 105 gyanúsítotti kihallgatás mellett 15 terjesztőt is előállítottak. Egyre több droglabort számolnak fel, elsősorban a megyeszékhely Perem kerületein. Ilyen volt a tavalyi eset, amikor Rozsrécölön, ahol leégett egy épület, szintén kábítószer maradványra bukkantak a hatóság munkatársai. Ezek mellett Kálmánházán és egy nyíregyházi garázsban is illegális laborokat számoltak fel. A nyíregyházi rendőrkapitányság az ópium származék mellett kokaint és hasist is lefoglalt a tavalyi évben, összesen 46,3 millió forint értékben. Hétfőn pedig egy Brüsszelből érkező nigériai állampolgárságú férfi a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a vám területet a zöld folyosón keresztül kívánta elhagyni. Ideges viselkedése miatt azonban a férfinál a pénzügyőrök szigorított vámellenőrzést tartottak. A NAV munkatársai megállapították, hogy a férfi összesen 4 darab öngyújtó nagyságú kemény kapszulát helyezett el a testében. A kapszulákban összesen 215 g fehér port találtak, amely a kábítószer teszt alapján kokainnak minősült. Ez a mennyiség több mint 300 halálos adagnak felel meg, értéke pedig csak nem 3,5 millió forint. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feljelentést tett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.
A megyebeli ingatlanok közel 50%-án nincs lakásbiztosítás, tájékoztatta híradónkat egy független biztosítási szakértő. Pedig az elmúlt években tapasztalt nagy széllel vagy akár jéggel járó viharok fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Vannak viszont, akik még a nyaralásukra is biztosítást kötnek. Ez azt jelenti, ha az előre bejelentett pihenés alatt az éves átlagnál alacsonyabb a hőmérséklet, és még eső is esik, a biztosító jelentős összeget fizet kárpótlásul. Az elmúlt hetekben többször érte vihar, illetve jégkár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is. A biztosítókhoz több ezer bejelentés érkezett, ám a szakemberek elmondták, sokan utólag gondolkodnak. A családok legtöbbször anyagi helyzetük miatt nem kötnek biztosítást ingatlanukra, pedig már havonta 2-3 ezer forinttal lehet biztosítást kötni. Nyíregyházán, mint az ország minden területén nyáron vihar szokott lenni, és sajnos ilyenkor szokott kapkodni a nép, hogy amikor már jégeső elverte a házamat, a telkemet, a nyaralómat, vagy az ingatlanomat, jellemzően nagyon alul biztosított a megye, az ingatlanoknak közel 50%-án nincs lakásbiztosítást, holott a lakáspiacon jelenleg nagyon nagy kínálat van, olcsón, tehát meglehetősen olcsón, nagyon jó biztosításokat lehet már kötni. A legtöbb biztosítónál már kiegészítő biztosítást is lehet kötni, a legújabb az úgynevezett nyaralásbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy ha én ezt a módozatot is kiegészítőként feladom, és 10 nappal előtte bejelentem, hogy hova megyek nyaralni, annak a helyiségnek az irányító számát megadom, hogy én Balatonszemesen nyaralok, és amennyiben egy hét alatt 4 napig az átlaghőmérséklet, 3 napon keresztül, ha az átlaghőmérséklet alatta van az éves átlagnak, és legalább napi 4 mm eső esik, akkor 100 000 forintot fizet a biztosító biztosítási eseményként. Ha 2 hétre megyek nyaralni, akkor 4 ilyen napnak kell lennie, és akkor fizet a biztosító. Újdonságként jelent meg a sokak által hiánypótlónak nevezett kerékpárbiztosítás is, ez lopás és elemi kár esetén enyhíti az anyagi veszteséget, ám az általunk megkérdezettek többsége nem élne ezzel a lehetőséggel. Azért nem biztosítanám, mert lecsukom, most biztonságban van. Nem biztosítanám. Nem, mert a bicikliseért többet, amennyit kell fizetni a biztosítónál. Ám a régebbi, olcsóbb biciklik mellett a kerékpározási divathullámmal együtt megjelentek a nagyértékű kétkerekűek. Elsősorban az ilyen járművek tulajdonosainak kínál lehetőséget a kerékpárbiztosítás. Az egyik biztosítónál ez a termék 50, 150 és 250 ezer forint értékben vállal fedezetet, mintegy 4200 és 12600 forint közötti éves díj ellenében. Emeli bruttó 5 forinttal a 95-ös benzin és 8 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A benzin átlagára így 426 forintra, a gázolai pedig 431 forintra emelkedik. A benzin ára idén április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj január közepén volt a legdrágább, akkor 1 liter átlagosan 449 forint volt. Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Diadal Nándorfehérváron címmel rajzkiállítás nyílt a Vasutas Művelődési Házban Nyíregyházán. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Az elmúlt héten Göteborgban a Gótia kupán lépett pályára a Nyírsuli Labdarúgó Akadémia U16-os csapata, a Szatke Zoltán által irányított együttes továbbjutott csoportjából. A 6. helyen zárta az elmúlt szezont a megyei első osztályban a nyírkarászi futballcsapat. A továbbra is Dudás Zoltán által irányított együttes edzőmeccsek sorával készül a bajnoki rajtra. Elsősorban a tehergépjárműveket és a buszokat ellenőrzi a rendőrség a Tiszpol akció keretében 2-től csütörtökig. Az európai kampány során a menetíró készülékekkel kapcsolatos szabályszegésekre, pihenőidőbetartására, a sebességtúllépésekre, túlsúlyos járművek kiszűrésére helyezik a hangsúlyt, de vizsgálják a rakományok rögzítését és a járművek műszaki állapotát is. Kedden hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel mintegy 110 000 felsőoktatási intézménybe jelentkező sorsa dől el.
A ponthatárok a hivatalos kihirdetést követően leghamarabb a www.felvi.hu-n lesznek elérhetők, illetve böngészhetők majd a Facebookon is. Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták mobilszámukat, az általuk megjelölt szakok ponthatárairól a hivatalos kihirdetést követően SMS-ben kapnak értesítést. A felvételizők körülbelül 80%-a jelölte meg az állami ösztöndíjas képzési formát, valamint mintegy 83 ezeren jelentkeztek nappali képzésre. Levelező képzést a felvételizők 23%-a választott, esti munkarendet és távoktatást pedig alig 1-1%-uk jelölt meg első helyen. Idén a műszaki terület volt a legnépszerűbb, az alap és egységes osztatlan képzésekre jelentkezők körében összesen közel 14 ezeren jelöltek meg első helyen valamilyen műszaki szakot. A második helyen a gazdaságtudományok képzési terület áll, míg a harmadikon a bölcsészettudományok. Több mint 100 alkotás érkezett a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház rajzpályázatára. A pályamunkákból nyílt kiállításon a legjobbak díjat is átvehettek. Az intézmény második alkalommal rendezett ilyen megmérettetést. A pályaműveket az államalapítástól a Nándorfehérvári győztes csatáig tartó időszakról készíthették a fiatalok. A Diadal Nándorfehérváron című tárlatot decemberig tekinthetik meg az érdeklődők. Második alkalommal hirdetett rajzpályázatot a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház a Nándorfehérvári csata emlékére. Idén is 12 és 18 év közöttiek küldhették be alkotásaikat. Most több mint 100 alkotás érkezett, ezekből nyílt tárlat az intézményben. Az idei felhívásra már nem csak a győztes csatáról szóló műveket várták. Géza fejedelemtől, első István megkoronázásától egészen a diadalig megtalálhatóak rajzok, azonban a legnagyobb sikere a diadalnak, tehát magának a csatának van, erről van a legtöbb képünk, rajzunk. A kiállítás megnyitón eredményhirdetést is tartottak. A győztesek a Nándorfehérvári csata emlékére harangot is kongathattak. Az első helyezett Szekeres Viktória lett, aki óvodás kora óta rajzol, jelenleg a Nyíregyházi Művészeti Középiskola diákja. Pasztelkrétával készítettem is fotókartonlapra, és lényegében azért Szent Lászlót választottam, mert amely intervallumot meghatározta a pályázatot kiíró. Úgy gondoltam, hogy egy olyan szemét választok, akit mindenki ismer. Nem csak a megyeszékhelyről érkeztek pályamunkák. Kasza Veronika Blanka a Hajdú-Bihari Ebesről érkezett. Képregényszerű alkotását akvarell papírra tussal rajzolta. Nagyon szeretem a történelmet, és a történelmi csaták megfognak általában, és meg egy várostrom eléggé nagy dolog, és úgy éreztem, szeretnék rajzolni, de később kicsit kifogott rajtam a tömegjelenet, ezért, mint láthatom, inkább a főszereplőket rajzoltam meg. A kiállításon tárlatvezetést is tartottak, a rögtönzött történelem órán elhangzott, a déli harang szóval kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. A legismertebb, hogy Kallixtus pápa a Nándorfehérvári győzelem emlékére rendelte el a harangok megszólaltatását. Pápai üzenetét azonban még a győzelem előtt Hunyadi csapatainak megsegítésére felhívásként intézte. Elindultak a pápai üzenettel egész Európában, mire azonban mondjuk Észak-Európába, Közép-Európába értek ezzel, megérkezett Nándorfehérvárról a győzelem híre is, és a kettőt összekapcsolta Európa népe, és a harangszó nem azért szólt, hogy felhívják a segítségre való figyelmet, hanem a győzelem miatt szólt már minden délben a harang, és szól a mai napig is. Az 1456-os Nándorfehérvári csata tétje nem csak a magyarság, az önálló magyar államiság megmaradása volt. Hunyadi János széles látókörére val, hogy az önérdek helyett az összefogás eszméje vezérelte. A törökök Balkánról való kiűzésével akarta ugyanis megvédeni Európát a barbárnak tekintett mohamedánoktól. Az elmúlt héten Göteborgban a Gothia kupán lépett pályára a Nyírsuli Labdarúgó Akadémia U16-os csapata. A Szatke Zoltán által irányított együttes tovább jutott csoportjából. Az egyenes kieséses szakaszban is nyert egy meccset, végül a 32 közé jutásért maradt alul Norvég ellenfelével szemben. 74 ország, közel 1600 csapat, 30 000 játékos, 13 korosztály, 150 pálya.
Néhány adat, amelyek érzékeltetik, hogy milyen rendezvényen lépett pályára a Nyírsi Labdarúgó Akadémiájának U16-os együttese. Ebben a korosztályban 196 csapat nevezett, és a résztvevőket négyes csoportokba sorsolták a szervezők. Csoportmérkőzéseink során az első mérkőzésünket hétfőn a brazilok ellen, egy brazil csapat ellen játszottuk, ott 7-1-re diadalmaskodtunk. A második napon egy norvég csapat ellen játszottunk, ott 8-0-ra győztünk, és a harmadik csoportmérkőzésünk az volt a csoportban a helyosztónként az első helyért folytatott párharcban, ott pedig 3-1-re diadalmaskodtunk, és következett az egyenes kiesés. Előtte levő nap megnéztük a soron következő ellenfelünket, hát igen jó kis csapattal találtuk szembe magunkat, felkészültünk belőlük, rendesen támadójátékban volt 4-5 olyan játékosok, akik kifejezetten jó játékosok és nagyon jó játékerőt képviselnek. Felkészültünk belőlük, parádés játékot játszottunk, 3-1-re sikerült győznünk, talán amióta itt vagyok a legjobb mérkőzésünket játszottuk, úgy játékban, úgy hozzáállásban, úgy koncentráltságban. A svédek legyőzése után 3 órával egy norvég együttes ellen léptek pályára a nyíregyháziak. Az előző meccs okozta fáradtság meglátszott a csapaton, amely 2-0-ra kikapott, így 4 győzelemmel és 1 vereséggel zárta a tornát. A játékosok mellett az edzők is profitáltak a Svédországban eltöltött napokból. Éket nem folytattunk, edzéseiket viszont néztük, látogattunk, különböző olaszoknak az edzésén részt vettünk, elmentünk a különböző csoportmérkőzéseket, megtekintettük, úgyhogy azért láttuk, hogy azért milyen stílusban, milyen rendszerben folynak ott a munkák. A nyírsuli srácok szerdáig kaptak pihenőt, aztán folytatják a felkészülést az augusztus 18-án kezdődő U17-es kiemelt bajnokságra. A 6. helyen zárta az elmúlt szezont a megyei első osztályban a nyírkarászi futballcsapat. A továbbra is Dudás Zoltán által irányított együttes edzőmeccsek sorával készül a bajnoki rajtra. 15 győzelemmel, 4 döntetlennel és 11 vereséggel a 6. helyen fejezte be az elmúlt szezont a megyei első osztályban a nyírkarász. Dudás Zoltán együttese a riválisokhoz hasonlóan július elején kezdte a felkészülést az új bajnokságra. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a karászi keretben is van mozgás a nyári szünetben. Amúgy se volt létszámilag izmos a csapatunk, kiestek inkább kiegészítő emberek. Úgy gondolom, hogy nem akarom elkiabálni, hogy a csapat magját azt meg fogjuk tudni tartani, amihez természetesen megint csak kellenek létszámban is játékosok. Kapust mindenféleképpen akarunk igazolni, mert ott nagy problémánk van. Bízok benne, hogy a vezetőség meg fog tenni mindent annak az érdekében, hogy a csapatunk kiegészüljön úgy szerkezetileg, mint létszámban. A karászi együttes a jól sikerült szezont követően is reális célokat kitűzve készül az új idényre. Nagyon jó év van mögöttünk, ha itt gondolok, a Juma kupát megnyertük a télen, a bajnokságba értünk egy 6. helyezetet, a magyar kupába pedig kiértünk a főtáblára. Én úgy gondolom, hogy a Nyírbátoron és a Tuzséron keresztül ez egy óriási fegyvertény volt. Azt el kell ismerem, hogy sokkal nehezebb bajnokság vár ránk, nagyon nagy csapatok lesznek a megye egybe, nem hiszem, hogy lesznek olyan gyengék, mint az elmúlt évben, tehát megmondom őszintén, nagyon fel kell kötni azt a bizonyos fehér neműt ahhoz, hogy elérjük céljainkat. Céljaink általában, mint mindig, szerény körülmények között a biztos bennmaradás a cél. A megyei első osztályban augusztus 18-án rendezik meg az első fordulót. Mivel tavalyi szereplésének köszönhetően a nyírkarász nem lép pályára a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első körében, a csapat edzőmeccsekkel igyekszik minél jobb formában lendülni a bajnoki rajtra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 157 milliárd forintot különített el a kormány a gazdáknak. A területalapú támogatások előlegét így október 16-án már elkezdhetik folyósítani. A teljes összeget 2013. január elején téríti meg Brüsszel hazánknak. A vidékfejlesztési miniszter június 28-án fordult kérésével az Európai Bizottsághoz. Tavaly 46,3 millió forint értékű kábítószert foglalt le a nyíregyházi rendőrkapitányság. Egy év alatt csak nem 10%-kal emelkedett a tiltott szerrel való visszaélés. 2011-ben közel 100 esetben indult eljárás. A legnagyobb feladatot továbbra is a külföldről érkező drogok észlelése jelenti. A megyebeli ingatlanok közel 50%-án nincs biztosítás, pedig az elmúlt években tapasztalt nagy széllel vagy akár jéggel járó viharok fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Vannak viszont, akik még a nyaralásukra is biztosítást kötnek, tartva az esős hideg időjárástól.
Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, amelyet megtekinthetnek az interneten és weboldalunkon. A legfrissebb eseményekről szerdán este 7-kor ugyanitt a híradóban tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép az estéjük, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal. Napközben a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből többfelé valószínű záporeső, zivatar, néhol jégeső is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Megyénkben éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, főként az éjszaka második felében zápor, zivatar valószínű. A keleti szél megélénkül, időnként meg is erősödik, de átmenetileg viharossá is válhat. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben megyénket sem kerülik el a felhők, melyből többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. A keleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet csúcsértéke. Melegfronti hatásra készüljenek az arra érzékenyek. Határaink közelében éjjel 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, nappal pedig 24-26 fok között várható a maximum. A hét közepén változékony, füllett meleg időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, záporokkal, zivatarokkal. A hét vége felé pedig meleg és szárazabb léghullámok érnek el bennünket, ezért sok napsütés és igazi strandidő várható, de a jövő hét elején hideg front érkezik, hatására ismét hűvösebbre fordul az idő. Köszönöm figyelmüket, további kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Erős napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. A műsorvezető frizuráját Korpai Diana, a Lukovics Frufru Szépségszalon fodrásza készítette. Az időjárás jelentés támogatója a Letron 97 Bútoripari Kft. Bútorozzunk össze!